összegyűltünk, hogy édesanyámra, dr. Kopmányára gondoljunk, érte imádkozzunk. Szerintem mi van most a mamával? Bocsánat, mi van az élet után? Elnézést! Ön szerint mi lehet az élet után? Én úgy gondolom, hogy akkor az élet funkciói leálltak, akkor az agya nem működik, és ezek szerint az az ember, ahogy én őt ismertem, az nem létezik tovább. Élet után? Hát onnan nem jött még vissza senki. Jézus kivéve, ő sem mondott sokat. Fél a haláltól. Itt látható a betegnek a lépe, a betegnek a szíve. Az ember leül és elképzeli azt a pillanatot, amikor meg fog halni. Ön mit ért lélek alatt? Én úgy gondolom, hogy ezt nem pont egy ateistától kéne megkérdezni. A lélek? Hát az valami speciális, más hullámhoz szólóvő szubstancia. De akkor most le van fagyasztva ott 7000 lélek? Láttalak négy sejt korodban, tiszta apja vagy tiszta anyja. Ön szerint gyilkosság az abortusz? Én szerintem nem. Akkor most utólag úgy gondolja magáról, hogy részt vett több száz gyilkosság? Úgy. Valószínű annak a létnek is volt értelme. Befogad és kitaszít a világ.